Múlt héten láttak napvilágot az általános felsőoktatási felvételi eljárás idei számai. Ezek azt mutatják, hogy országosan visszaesett nem is kevéssel, mint egy ötödével az egyetemekre, főiskolákra jelentkezők száma. A vidéki intézményeknél még drasztikusabb volt a csökkenés, ez alól pedig a Nyíregyházi Egyetem sem jelent kivételt. Mintegy 3400 középiskolás adta be jelentkezését ide, közülük 1041-en jelölték meg első helyen a Szabolcsi Felsőoktatási Intézményt. Ez egy 40%-os visszaesés, és ennek az az oka, hogy most már azokra a szakokra is kötelező az emelt szintű érettségi, amelyek a tavaly még nem volt kötelező, és a legérzékenyebben ezt az egyetemet tekintve a csecsemős kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus és a tanító szakot érintette, tehát ide jelentkeztek jóval kevesebben a fent említett okok miatt a tavalyihoz képest. Többségében minden szakont érintett, néhány kivétel van, ahol körülbelül ugyanannyian jelentkeztek, tehát ha most egy kis rangsort felállítunk, akkor a fentiek ellenére azt mondhatjuk, hogy a legtöbb jelentkező az óvodapedagógus alapszakot választotta, ezt követi rögtön a repülőmérnöki szak, aztán a gazdálkodás és menedzsment alapszakra is sokan jelentkeztek. Az osztatlan tanári szakoknál mind a nappali, mind a levelezős képzések esetében több szakpárt hirdettek meg a tavalyihoz képest. Ezeknél az angol testnevelő tanári szakpár volt a legnépszerűbb. A jelentkezők számának csökkenését valamelyest ellensúlyozta, hogy korábban szüneteltetett szakokat is meghirdettek. Ilyen volt az anglisztika, az informatikus könyvtáros és a pedagógia alapszak. A felsőoktatási szakképzéseket közben idén többen választották. Itt a turizmus, vendéglátás, a gazdálkodás és menedzsment, a programtervező informatikus és a műszaki képzés volt a sláger. A rektor helyettes szinte biztos abban, hogy az összességében kevesebb jelentkező ellenére arányaiban többen kerülnek majd be az egyetemre, abban pedig bízik, hogy a pótfelvételi keretében államilag támogatott képzéseket is meghirdetnek náluk, ezt ugyanakkor a fenntartó dönti el. Őszintén szólva titkon remélem, mert ez a rendkívüli helyzet, és akkor így módon az említett okok miatt kétszeresen rendkívüli helyzet, hát ha ad egy kis engedményt, hogy bizonyos keretszámig államilag finanszírozottat is felvehetünk majd a pótfelvétel során, és természetesen a 2020-21-es tanévre ugyanúgy meghirdetjük a pótfelvételi eljárást, és akkor is számos szak közül lehet majd választaniuk a diákoknak és a jelentkezőknek. Minya Károly hozzátette, hogy minden aktuális információt, úgy a pótfelvételére vonatkozó híreket, adatokat is weboldalukon teszik majd közzé a megfelelő időben.